Üdvözleti Önöket a műsorvezető Molnár Róbert. Most következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Győr új barátra tartunk, megnézzük az új Lilahegyi kilátót. GPS egy földútra irányított rá, úgyhogy letettük az autót és megpróbáljuk gyalog. Sajnos a szemét mindenhol látható. A GPS ugyan jelzi a kilátót is, nem csak a Lila hegyet, de kitáblázni nem sikerült, én gyanítom, hogy nem ez a fő megközelítési útvonal. Viszont van egy kék jelzésünk. Azt hiszem, mi győriek büszkék lehetünk a környék boraira is. Láthatjuk, hogy az akácfák megfogják a homokot. Sajnos turistajelzés nem zavarja a tájékozódásunkat. Egy régi kút. Ott lesz a kilátó. Természetesen teljesen máshol kellett volna feljönnünk. Egy szózat, egy eladás, hogy kilátó jobbra. A távolban Pannonhalma is látszik. Szent Jakab zarándokútba botlottunk, és rátértünk a piros jelzésre. Itt már erőteljesebb munkálatok látszanak. Egészen széles út vezet felfelé. Már látszik a kilátó és a félváros ott van, úgy halljuk. Igazából ez egy geodéziai mérő torony volt. A torony köré építették ezt a faszerkezetet. Nem lehet mondani, hogy a kutyát sem érdekli a hely. A kilátó felénél átmegyünk a régi tornyon keresztül. Érdekes fölfelé és lefelé is lehet látni a beton gyűrűket. Innen Győr felé lehet ellátni. A másik irányba pedig Pannonhalma. Az a panoráma. A háromszögelési pont is megmaradt. És akkor egy kicsit erre jöttök kifelé. ...313 méteren áll ez a kilátó, és 64 millió forintba került. A kilátó környéke még rendezés alatt van, pihenő padokat fognak még ide felhozni, és még további területrendezések vannak tervben. Érdemes föl látogatni ide egy ebéd után.
Nekünk igazából 2,5 kilométer volt ez az út. Azt hiszem, hogy ezt könnyebben is meg lehet közelíteni. Talán Győr-Újbarát felől. Mármint a Győr-Újbaráti gyermektábor felől mindenképpen. Vissza ugyanazon az úton megyünk. Kutya teljesen el van gyámoltalanodva. Autóval egészen sokáig fel lehet jönni itt a földúton. Aki azért egy kicsit is szereti az autóját, az hagyja lent. Visszaértünk az autóhoz. 4 km és 600 méter lett a kör. Biztos lehet közelebb is kerülni a kilátóhoz autóval. De ez így is nagyon szép volt, és nagyon megérte a sétát. Köszönöm a figyelmet! Győrhöz nagyon közel is lehet nagyon szép helyeken kirándulni. Nem kell messzire elmenni azért, hogy felmenjünk egy kilátóba, vagy bemenjünk az erdőbe. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt a kilátót, akár kocsival is. Nem szégyen az, de...